Ladislav Nagy. Félelmetes, amit csinált. 1-0-ra vezetnek a szlovákok, akkor, amikor 1 perc, 2 másodperc telik el a mérkőzésből. Összesen 4 olyan játékos van a szlovák válogatottban, ebben a ma játszó csapatban, aki soha nem lépett jégre az NHL-ben. Szuper Levente is teljesen hitetlenkedve néz maga mögé, majd itt ezután, hogy azt hogy tudta még ott Nagy Laci meghúzni, ahogy egyébként néha becézik ezt a fiút, aki itt volt a 4-2-es győzelem alkalmával a Budapest arénában. 5,6 millió dollárt keres. Várjál, hol a korong? Mert a korong kint van. Én úgy látom, hogy meghúzta a cselt, elvitte, és ott már üres volt a kapu. Most dől el. Fejebb nem. Most dől el. Felállnak a szlovák játékosok. Nincs gól. Nem volt bent. Megnézzük majd még párszor. Nézzük csak. Nem, a lábába benn akadt. Nagy azt hitte, hogy elsöpri. Óriási védés így. De hát figyelni kell minden momentumnál, mert ez a csel és ez a gól már biztos, hogy nem kerül a videóbírók asztalára. Azért egy-egy beelverte a hátvédünket, de 1.46-nál már ő se tudott, a kéknél átveszi a korongot, és utána bemegy. Na, hát nem 1.02, hanem 1.36. 46. Gyönyörületre nem számíthatunk. Hatalmas lövésnek készül. Opsuk kér egyet mindjárt. Ezzel ki lehet ugrani. Ladányi elmegy Opsuk mellett. Ott a lövés. Kis hossza is volt tengeren túlon. Bartecskó lő. Egy-két szituációt, bár ez éppen a bottörés utáni Ladányi lövés. Azt mindenki próbálja meg elképzelni. Vladislav Nagy. Behúzza, ellövi, szupervéd. Falkovics. Ember hátrányban vagyunk. Falkovics megcsinálja majdnem a cselt. Feláll a szlovák válogatott. Az első percet megúsztuk, de nagyon sok van még az ember hátrányból. Szuper, megvan a korong. Az oroszok ellen nagyon jól ment. Hát oda nyomott egyet is. A gól a második percben esett. Hanzus. Bartecskó egész közelről szupervéd. Kidobja oldalra, ráváltott a védő, de a rövid fősőt megnézte. Egyik legszabálytalanabb hokis lett. Pokróc stílusú. Most a Spartak Moszkva. Lövőhelyzet! Mekkora gól! Roger Holéczi a gólszerző! Holéczi szerintem élete legnagyobb lövését adta le most fel oda a ficakba, védhetetlen volt, ott megvan a korong vissza Fonákkal, a hátvéd nem figyel Holéczire. Talán is letérdel és fel oda a ficakba. Az NHL-es Ölvecki mellett és a volt NHL-es kapus válla fölött, föl a bal felsőbe. Egy világbajnok kapus válla fölött, hihetetlen pontos lövés. Nagyon bátran kezdte a második harmadot a magyar válogatott. Hanzus megpróbálta áttenni a túloldalra, nincs gól! De milyen jó ez, hogy megtörténik, nem azért, mert esetleg fáj Levinek, tényleg magas bot volt. Nem is volt gólt, utána meg lábbal próbálta meg Hanzus beterelni. Szekera a Buffalo-i tette előre. Hanzus, így jó pont, szuper. Belekorcsolyáztak. Igen, ez most már én is úgy érzem, hogy erősen a kapus megfélemlítésére megy, hogy keményen tartotta az ütőt is a szlovák játékos, nézd meg. Ki is, szuper, mellénél. Ki is viszi a bíró ezt. Ez még indításnak is jó, nem csak egy egyszerűen kiemelt korong. Jánosi lő! 1/10-es draft volt ez az óriás. Keresztbe a kapu előtt, kiállítás lesz, gól szerintem nincs. 1,25. De, és nem tudnak felgyorsulni úgy, mint ahogy tették ezt az első harmadban. Ó, szegény Tokai, óriási tréd Szuper Levente. Ott is kéne majd még egy blokk. Nem merik már ellőni, mert a blokkról előre vágódik. Granyák, szuper. Ha! Aztán odaugrik Szuper Levente, hogy tessék, itt vagyok, most folytassuk. Gusztustalanabb játékosok ellen is játszott, például Donald Brashear, aki egyszer eltörte a fejvédőjét. Utána mondjuk sportszerűen átkarolja a szlovák játékos, ezt jegyezzük meg. Rastislav Pavlikovsky volt. Ő is világbajnoki aranyérmes egyébként. Nézzük akkor sorban. Jan Lašák, Rastislav Stana, Mihály Hanzus, Lubos Bartecskó, Péter Smrek, Rastislav Pavlikovsky, Ladislav Nagy. Ők nyertek világbajnoki aranyérmet 2002-ben. Ott maradt a korong. Fekete. Nagyon szép. Észrevettük, hogy ezeket... Kovács! Lövőhelyzet! Micsoda támadás volt! Kellett. De hát akkor is. Úgy érzem, most már nem
kérünk tőlük autogramot, meccs közben sem. Tapiszkál egyet, hosszú kezével Krisztián, meg még egyet. Hossza, hú, de nagy lövés volt, visszapattan, üres a kapu, és belövik. Meg fogják adni, és még azt mutatják, hogy Zsvasznek lökte rá a szlovák játékos szuper Leventére. Bődületes nagy gólt lőtt Babtecskó, mármint hogy erősen ellőtte a korongot, üres volt a kapu teljes felső fele. És utána majd legfeljebb bocsánatot kérnek. Nézzük csak meg. Van benne valami. Hát, ha úgy akarsz dőlni, akkor neki dőlsz a kapusnak. Azért ilyen góllal kell vezetést szereznie egy volt világbajnoknak. Nem annyira szép. Valami hasonló érzésem lehet, mint amikor egy kihívó, ökölvívó aktuális világbajnok ellen játszik, és sokkal jobban el kell verni ahhoz, hogy egyáltalán észrevegyék, hogy ő mennyit dolgozik. Ha már az előbb Svasznek kapcsán. Nagyon nehéz lesz ez a hátralévő 1 perc, 10 másodperc is ebben a harmadban, mert a szlovákok most úgy látom vérszemet kaptak. Hossza! Pedig nem nagyon dolgoztak meg ezért a találatért. Ha csak nem az, hogy Hanzus nagy lendülete esett rá szuperre. Megint ott piszkálnak, és egy újabb szlovák gól. Szabadon volt a korong, betuszkolták egyszerűen. Tonákkal áthúzták, és átvánszorgott a lábvédő között. Jobban bírják állóképességgel, meg egy kicsit fegyelemmel. No, az előző gól egy kicsi játékvezetői segéderő volt. A kapu előtt bekotorják, úgy láttam. Tehát nem Hanzus lesz a gólszerző. Hossza belecsapott egyet a lecsorgóba. De nem is biztos, hogy elsőre beütöttem, mert utána akkora volt ott a tömörülés. Lehet, hogy még egyszer bele kellett szúrnia. Nézzük csak meg. Ez Hanzus, ez a... És ott csúszik át a korong, átvánszorog. Előző évben az év szövetségi kapitány és a második helyezett. Ladányi beviszi a korongot Fonákkal, és Fonák lövés, és az is gól! Micsoda játék! Ladányi gólpassza és Peterdi gólja! Peterdi, aki Ladányi mellett egyszerűen megtáltosodik! Ez a Fonák emelés, ez a föl a ficakba, ez oda fölment. Ez amikor kevés lövés kapsz, de amikor kapsz egy ilyet. Nem sajnáljuk. Ez a hát mögötti passz Ladányitól, azt is jegyezzük meg. Hát ha előbb letérdelsz, akkor bekapod. A Holéci góljánál is kicsit előbb térdelt le, meg most is. Pedro de fellőtte ezt. Ő felveszi a versenyt fizikálisan a szlovákokkal, meg ügyességben is! Mekkora passz volt! Egyelőre nincs lövőhelyzet, Valabik kérte elő, elbombázza, szuper, nincs a lepkés kesztyűjében a korong, és Vas Márton sem nagyon tudja feltartóztatni Marcel Hossát. Megint nála a korong. Kipattan, el kéne húzni onnan fiúk, mert nagyon veszélyes helyen, szuper, valaki üsse már el, jól van. Ez meg egy nagyon forró nagy pillanat. Nagy gólunk még egyszer. Gyönyörű volt Kovács gólpassza. Ő kapart oda a lábvédőhöz. Átmegy. Három gólt tudunk lőni a szlovák válogatottnak. Szuper! Gondoltuk, hogy előre, vagy behúzza, mint egy kaméleon a legyet. Szuper, megint egy olyan korongot véd, amiből nem látod semmit. Van, akik nem rendszeres hoki figyelők. Olyan játék ez a hoki, hogy múltkor 2-10... Ki kéne ütni a korongot, még legalább kétszer ki kéne ütni. Tényleg, minthogyha a létszám fölénybe lennének. Schreck a kapu elé, szuper, hol van rajta a tenyér? Jaj, de jó! 24 másodpercnyire. Ez nem álom, ez hihetetlen valóság.
ma mindent bevetnek, szétlövik magukat is. Hanzus meg ne kerülje a kaput, jaj, de szép védés volt, kapuvas, és gól, és gól, és gól, és gól, és az álomnak vége, és az a Bartecko lövi a gólt, ha jól láttam, 13 másodperccel a vége előtt, akit majdnem kiállítottak úgy fegyelmi büntetéssel, hogy nem is lehetett volna a jégen. Nem kell összetörni ezt. Hát, mondtad, a két tized ott még másodperc. Volt egy kapuvas. Sem sok. Hát, ahogy bekanalozza, nézzék ezt a mondatot, azonnal ráhúzott, lesz egy kapuvas. Ez nagy védés. Itt ez egy nagy kapuvas. Szerencse, az meg Bartecko gólja. Három másodperc hiányzott ehhez. Én csak abban bízom most már, hogy egy ilyen mérkőzés után tényleg békességben sörözik együtt a magyar és a szlovák szurkolótábor.